Kapaszekcső életében a pünköst kivételes ünnep volt. Ebben az esztendőben egy új beruházással gazdagodott a település. A belügyminisztérium által biztosított pénzügyi keretből, valamint a közel 11,5 millió forintos önerőből a meglévő műfüves pályát egy fedett színnel és egy tárolóhelységgel és egy műhelyjel is kibővítették. A cél az volt, hogy az iskolához tudjon kötődni ez a komplexum, és a sportolókhoz is, hiszen a fedett szín alatt tudunk órákat tartani, nem kell bent lenni a melegben, friss levegőn a gyerekeknek, rajzórákat, környezet, földrajzórákat. Végre a karbantartó is megkapja azt a helyet, ahová illik egy ilyen nagy településnek, az iskolájának, a karbantartójának dolgozni. Aztán a tároló, hisz mindig probléma, hisz otthon is tudjuk, mit hová tegyünk. Hát egy ekkora faluba, egy iskolával, egy sportcsarnokkal, egy műfüves sportpályával, és akkor ami még nagyon-nagyon szép, hogy az MLS támogatásával mi kaptunk a Puskás stadion bontásakor székeket, és ebből a székekből tudtunk egy 110 férőhelyes lelátót, ülőlelátót és 79 férőhelyes, állóférőhelyes biztosítani. Bízunk abba, hogy ahogy eddig is nagyon-nagyon kihasznált volt a sportpályánk, hogy ezáltal még jobban, hiszen azt gondolom, hogy most már kulturált körülmények között tudunk szurkolni. Az idei ünnepség kiemelkedő eseménye volt az avatáson túl a kaposszekcsői meglévő testvértelepülési szerződések megerősítése. A német Bietigheim és a felvidéki felsőszeli 15 éve tart fenn kapcsolatot a kaposmenti magyar községgel. Ez alatt a 15 év alatt sok minden történt. Országos és helyi politikai, gazdasági, szervezeti és személyi változások mellett is a települések közötti kapcsolat töretlenül fejlődött és erősödött. Ezt a kapcsolatot nagyon különlegessé teszi, hogy átszövi a barátság, amely szíveket, lelkeket összekötve átnyúlik a határokon és szárnyal, mint a madár, aki csak akkor tud repülni, ha mindkét szárnya mozog. Felsőszeli Dél-Szlovákiában, a Galántai járásban található. A falu 35%-a szlovák, 69%-a magyar anyanyelvű. Dobosi Pál polgármester azt meséli, náluk mindenből kettő van. 2004-ben, amikor a kaposszekcsei akkori polgármester úrral, Tóth Imrével megbeszéltük azt, hogy mennyi közös kapcsolatunk van, mennyi közös kötődöttségünk van, és megegyeztünk abban, hogy ennek valami formát is szeretnénk adni közösen. Na most nagyon örülök annak, hogy ez a kapcsolat olyan fejlődött, hogy éves szinten találkoznak alapiskoláink, ami végül is a célja volt az egésznek, hogy a fiatalok tudják meg azt, hogy ki vagyunk mi, kik a kaposszekcsői lakosok, honnan ez a kapcsolat végül is, és honnan ez a kötődöttség. Nagyon örülök annak, hogy a pedagógusaink kaptak ezen az alkalmon, ugyanúgy nagyon örülök, hogy a kaposszekcsőiek is megértették ezt, és magukévá tették ezt a gondolat, és gyönyörű dolog az, amikor indítjuk útnak a mi gyerekőceinket kaposszekcsőre, és nagyon, nagyon örülök annak mindig, amikor fogadhassuk a kaposszekcsőket felsőszerre, úgyhogy én egy problém van ezzel a dolggal, hogy sajnos ez a 15 évet csak a három akkori aláíró közül a német polgármester, Bietigheimi polgármester úr, a kaposszekcsői polgármester úr, hát csak magam vagyok itt, és magamban ünnepelhetem ezt, de bízom benne, hogy látnak és örülnek annak, hogy ez 15 évet kibírt, és remélem, hogy nem csak 15 évet fog folytatódni tovább is. Úgy döntött a kaposszekcsői képviselőtestület, hogy egy hármas partner kapcsolatot hoz létre, ami hála Isten nagyon jól működik, hiszen az iskolák csere látogatásával, egyesületek baráti kapcsolataival, foci meccseket, hol ott játszunk. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan élő kapcsolat, ami nem csak arról szól, hogy egy oldalú, hanem itt mind a hárman. Ez egy szárnyaló dolog, és az a jó ebbe a dologba, hogy a szárnyak egyformán csapkodnak, tehát mindig csak felfelé tudunk menni. 15 évvel
egy korszak zárult le, vagy egy, azt lehet mondani, hogy egy szakasz, egy könyvnek az első szakasz, a fejezete. De kértem az itt lévő delegáció tagokat, hogy írjuk tovább ezt a könyvet, tegyük tele élményekkel, és adjunk neki még többször 15 évet.